A karácsonyi párnapos szünet után visszatértünk. Jelenleg hazánkban az ilyenkor megszokottnál enyhébb az idő, és a következő napokban is az marad. Annak ellenére is, hogy több front érkezik még az idei évben térségünk fölé. Pénteken egy hideg front érinti a Kárpát-medencét, azonban jelentős lehűlést nem fog okozni. Éjszaka kezdetben a keleti tájakon felhős idő várható. Nyugatabbra szakadozottabb lesz a felhőzet, majd éjszak felől fokozatosan mindenütt beborul az ég. Az északi, északkeleti megyékben fordulhat elő eső, az északkeleti határnál átmenetileg ónos eső is lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +3 fok között alakul. Fagyra nagyobb területen a Dunántúl nyugati, délnyugati tájain lehet számítani, de helyenként északkeleten és az Alföldön is 0 fok alá hűlhet a levegő. Pénteken napközben eleinte erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd északnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, de keleten, északkeleten tartósan felhős maradhat az ég. Elsősorban a Dunától keletre valószínű több helyen eső, este felé már csak a Tiszántúlon, ott is egyre kevesebb helyen várható csapadék. A hidegfront mögött élénk, néhol erős lökések kísérik az északnyugati szelet. Délutára 3 és 10 fok közé melegszik fel a levegő. A 2018-as év hátralévő napjaiban marad az ilyenkor megszokottnál több fokkal enyhébb idő. Ahogy az animáción is látszik, markáns hőmérsékletváltozás a Kárpát-medencében nem valószínű. Pedig ebben az időszakban több időjárási front is eléri térségünket, változékony időnk lesz. Főként vasárnap fordulhat elő több helyen vegyes csapadék, amelynek nagy része a nap első felében valószínű. Délnyugaton inkább eső várható, északkelet felé haladva nagyobb az esélye a havas esőnek, havazásnak. Nagy mennyiségekre viszont nem kell készülni. Az 5 mm meghaladó napi csapadéknak csak kevés helyen van 30-50%-nál nagyobb esélye. Szilveszter estéjére pedig egy meleg front érkezhet nyugat felől, amely többnyire csak gyenge csapadékot okoz.